Köszöntöm nézőinket, Önök talán a magazinunkat látják, Eperjesi Tímea vagyok, mutatom, mivel készültünk. Nagy Norbert, a plébánia új vezetője. 32. Mözsi lovasnapok, az időjárás is kedvezett a hajtóknak. Nagy Norbert vezeti augusztus 1-től a plébániát, 4-én vasárnap pedig megtartotta első miséjét is. Beszélgetésünket megtekintve ismerjék meg őt közelebbről. Délvidéki vajdaságból származom, Bácskából. Idén 30 éve, hogy eljöttem Magyarországra a délszláv válság miatt. Ott érettségiztem Szabadkán, elektrotechnikumot végeztem. Villamosmérnöki pályára szerettem volna menni, de az a krízis, ami akkor volt, a rendszerváltás és egy korszakváltás volt, hogy az egész Európa, vagy a keleti, közép-kelet Európába, meg egyáltalán ez a New Age világának mondott korszak, ezek mentén inkább a filozófia felé fordultam, meg így az embernek az érzés, gondolatvilága, hogy rakja össze az ember a belső világát. Mert az elektromosság, meg a számítógépnek a világa is foglalkoztatott, vagy így ebbe ezt tanultam, és ezt szerettem volna ebbe a felsőfokú világba is ezt tanulmányozni, vagy ebbe későbbiekben ilyenbe elhelyezkedni, de valahogy felülírta ez annak a korszaknak ez a krízise, hogy miért élünk itt a Földön, véget ért valami, új kezdődik itt ebbe az átmenetbe, ilyen 6-7-8-9 évesként, tehát hogy így forgott velünk a világ. És a délszláv háború az bennünket ennek a közepébe talált, és ez egy nagyfokú elszegényedés volt, és akkor egzisztenciális kérdéseket fölvetett, akár így anyagilag is, akár szellemileg, érzelmileg, hogy is vagyunk. És én erre azt látom, hogy a korosztályomban is az érzékenyebbek közé tartoztam. És akkor így jöttem Magyarországra, és itt Magyarországon Pécset, matematikát, teológiát és filozófiát kezdtem tanulni. Majd az útkeresésben harmadévesként ott hagytam az egyetemi tanulmányokat, a matematikát, filozófiát, és akkor csak a teológiára koncentráltam. Majd megengedték, hogy a teológián mellett azon belül pszichoterápiát tanuljak, és akkor így ez lett a vége, hogy a teológia és a pszichoterápia, pszichológia, pszichodráma, mentálhigiéné, tehát ezeket végeztem. Közben volt egy kis mellékág, hogy mint püspöki titkár kánonjogot is tanultam Budapesten a Pázmány Egyetemen. Elindultam egy posztgraduális képzésbe, de nem szerettem volna az irodában, püspöki irodában rekedni, vagy ebbe a témával foglalkozni, ezért kértem, hogy ezt hadd ne csináljam, és megengedték. És akkor így a lelkipásztorkodás és a lelkipásztori pszichológia foglalkoztat mostanában is, vagy így a hitnek, meg a szenthez való kapcsolódás, a szakrális világ, a spiritualitás és az embernek a pszichéje, meg a fizikuma, tehát hogy ezt így ilyen együttesen szemlélem, vagy ezt tanulmányozom, mind a sport mentén, mind az érzelmek mentén, és mind a filozófia, a gondolkodás, vagy a teológia, a gondolkodás mentén, különféle struktúrákba. Keresem önmagamat, az embereket, a lehetőségeket, ki milyen narratívát rak össze, és hogy ebbe hogy éli meg, és hogy értelmezi, hogy mik a lehetőségei. Személyesen is kerestem az én, hogy én hogy vagyok ebbe, vagy mi közöm nekem ehhez, vagy hogy van-e Isten, vagy ennek mi köze, ha van is, mi köze van hozzám, vagy mi mentén kapcsolódunk, és ebben a vergődésben
ő megmutatkozott, vagy őt megtapasztalhattam, vagy az ő jelenlétét egy beszélgetés, vagy egy idős bácsival való beszélgetés közepette megtapasztaltam a jelenlétét, ami egy ilyen mindent elsöprő élmény. Isten élménynek szokták mondani, vagy az Isten jelenlétének átélése. És ez minden kultúrában megélik ezt az emberek, ez független a, hogy ki milyen vallású, vagy hívő volt, vagy nem hívő, ezt bárki megélheti. És mivel azért a gyökereim, tehát hogy itt a közép-európai, délvidéki, magyar és horvát, bár Szerbiából származom, de hogy a magyar és horvát gyökerek ugye katolikusok, ezért így a katolikus keretekbe szocializálódtam, mint általában annak idején a 80-as években, mint mindenki szinte, tehát hittanra a templomban lettünk küldve. Még nem volt internet, és nem voltak okoskütyük, de már saját számítógépünk volt, meg játszottunk ilyesmibe, és hát a templomba is elküldtek, mint minden gyereket. És hát így, de én sokáig nem is értettem, hogy ez mi közünk van nekünk egymáshoz így az Istennel. Ez csak így az egyetemi évek alatt ott, vagy a középiskola vége felé rajzolódott ez ki, és akkor az egyetemnél ott jobban kibomlott, és ott meg is értettem, hogy mi történik. Amikor volt ez az élmény, akkor ennek következtében, hogy kérdeztem az egyik ilyen lelki vezetőt, hogy most mi itt a teendő, mert annyira újdonsült volt ez számomra, hogy mit kell csinálni ilyenkor, vagy most ez mi ez. És akkor mondja, hogy Isten megszólított. Tényleg ezt úgy is értelmezhetem, hogy az Isten megszólított. És mit kell csinálni? Azt mondja, hogy hát válaszolj rá. És hogy mondom, hogyha elmegyek papnak, akkor az egy válasz, vagy az egy... És azt mondta, hogy ez egy elég jó válasz. És akkor mondom, akkor én ezt szeretném. És akkor egy 3,5 éves párkapcsolatot felszámoltam, és akkor elmentem papnevelő intézetbe. Ismertek már ott a főiskolán, a teológián, de akkor beköltöztem a papnevelő intézetbe. És akkor onnantól kezdve, tehát hogy így a tanulmányok egy abba az irányba tereltek. Ekközben volt egy kiroccanásom 1,5 évre Szegedre, próbáltam jezsuita szerzetességet, ott voltam növendék, de nem találtam meg valahogy ott a békémet, és visszajöttem a Pécsi Egyházmegyébe. Az élet értelmének kérdésével foglalkoztam a pszichoterápiában is, és hogy ebből a szakdolgozatomat is ebbe írtam meg, hogy a filozófia, a teológia és a pszichológia határterülete, hogyan is rakja össze az ember a világát érzelmileg, gondolatilag, kapcsolatilag, és hogy ezeknek melyek a feltételei, hogy ez hogy működik. Igen, mindig érdekelt, mint általában a fiúkat, hogy mi van a motorháztető alatt, úgyhogy szétszedjük, hogy szétszereljük, kibontjuk, és akkor utána még nem tudjuk összerakni. Akkor kell segítség, hogy valaki okosabb mester jöjj segíteni, tehát hogy szétszenni ment, de hogy összerakni, az már kell a segítség. És ezt látom, és ezt csinálom, hogy úgy vesszük az emberekkel beszélgetve, problémájuk van, akkor körbejárjuk. De hogyha nem csak a probléma, hanem akár egy egyes foglalkozásnál átbeszéljük, hogy ki mit hisz, hogy mitől működik, mi az elvárása, reflektáltatom az embereket a helyzetre, hogy legfőképpen az a kulcsa ennek, hogy mit hittem, mert ugye az emberek szokják ezt mondani, hogy pedig én azt hittem, hogy akkor nézzünk rá arra, hogy mit is hittünk, meg miért hittem azt, amit hittem. És ez nem vallásos hit feltétlenül, hanem egyáltalán, hogy mit hiszünk, hogy milyennek kell lennie, és akkor ezek a kritériumok. Mert jönnek hozzám, hogy Norbi, mondd meg, és hogy akkor most mit csináljak? Mondom, ha megmondom, akkor azt fogod csinálni? Azt mondja, attól függ. Na, akkor nézzünk rá arra, hogy mitől függ, mi az, amitől függ. Mert ez ott van mindenkiben, hogy kinek hiszed el, kinek hiszi el, amikor mondanak valamit. Vagy mitől hiszek el valamit? Azért, mert valaki jól néz ki, vagy mert fehér köpeny van, vagy azért, mert van egy ilyen galléria, vagy csak egyszerűen magas státusza van, vagy mert gazdag. Mert a gazdagabbnak, meg a szépnek jobban elhisszük, mert hogy így biztos azért gazdag, mert tudja, hogy kell csinálni. Vagy
azért szép, mert tehát, vagy azért hiszem el, mert hogy a szépségével, vagy a jól öltözöttségével, tehát hogy így abban valamit már bizonyított, vagy valami bizonyság. Akik itt fogadnak emberek, akik itt közvetlenül, akik itt dolgoznak, vagy a testületben vannak, és hogy ahogy ők köszöntöttek, ahogy így az első benyomásokat ízlelgetem, hogy így kedvesek, hogy így ilyen készséges nyitottsággal fogadnak, és hogy így ezeket így magolom a neveket, irkálom a telefonszámokat, e-mail címeket. 28-án volt az elköszönés Pécsett. Egy szép nagy ünnepség volt, amely, tehát egy kicsit ilyen érdekes, egyszerre ilyen az a viccelődtem, hogy, tehát, hogy sírva vigad a magyar, vagy sírva vigadva sír, tehát hogy most itt mit csinálunk, hogy így itt ebbe, mert hogy egyszerre szeretjük is egymást, meg egyszerre sajnáljuk is, hogy elszakad, vagy átalakul most a kapcsolat. És most próbálok lelkemben helyet készíteni az ittenieknek, hogy ugye ez azért így egy sajátos átállás, és hogy én ezt elég sokat szor teszem. De azért két hónapja van egy ilyen együttfutás, mert azért itt másfél hónapja volt, amit meglátogattam a Csaba atyát, mikor kiderült, hogy így én leszek az utóda, akkor becsekkoltam, eljöttem háztűznézőbe, és mégiscsak, hogy ez az az ingatlan, hogy ide fogok költözni. Akkor onnantól kezdve elkezdtem így tolnáról olvasgatni, videókat megnézni, igen, videókat keresgettem, olvasgattam róla, próbáltam így, vagy az utcákat, a Street View-val nézegettem, tehát, hogy így, szóval hangolódtam, próbálok meg azóta is, tehát, hogy helyet készíteni, az itteni dunamenti, laktam már Dunamentén, délvidéken, Apatin mellett, de az más kultúra, ott is ott a sváboket elűzték, szerbek költöztek oda, de laktam ott is. Egyébként tiszamenti vagyok, tehát hogy így folyómenti, partmentiről jöttem, de most hogy a Mecsek aljából ott voltam elég sokat, 12 évet, úgyhogy most így itt a bár voltam szintén Mohácson is 3 évet, de most itt ez a, itt az kicsit így a tolnai világba, itt a Gemenc, hogy az itteni mentalitást fürkészem. Tehát én ezt szeretem, hogy akiben milyen programok futnak, milyen az operációs rendszer, milyen applikációkat, hogy töltenek le, hogy futtatják. Tehát hogy én ebben a nyelvezetben próbálom megragadni. Gyerekkoromban már ezek voltak, vagy nekünk szerencsénk volt, hogy volt saját Commodore számítógépünk. Persze játékra használtuk, de már akkor foglalkoztatott, hogy működik a szoftver. Mindig az a hozzáállásom, hogy megismerni, hogy kik vannak itt, ő bennük mi van, és kíváncsi is vagyok, mert most már azért a személyiségem az, hogy számomra is markánsabbá válik az idő. Mikor fiatalabbak vagyunk, akkor még plasztikusabb a személyiség, aztán ahogy múlnak az évek, akkor annál inkább kontúrosabbak. És hogy arra próbálok nyitott lenni, vagy azt keresni, hogy az én személyiségem mit tud generálni közösségszervezés oldaláról. Azon vicceskedtem itt az egyik film kapcsán, amikor így hogy itt a rendezvény szervezés, vagy itt milyen meg olyan programokat, hogy szervezünk, és akkor hogy valaki így elkezdett ezen aggódni, és akkor mondtam, hogy a rendezvény szervezés a második nevem, második keresztnevem, tehát hogy azért programot szerveztem rengeteget, vagy így ebben benne voltam, és hogy az egy nagy kérdés, hogy mire lesz igény. Mert hogy nagyon sokan programot szerveznek. Lehet, hogy már nem programot szervezni kell, hanem valami mást. És hogy én így ez a nyitottságot próbálom fönntartani magamra, hogy az igényeket fölmérni, vagy igényt kreálni. Hogy kreáljunk igényt. Mert hogy
ennek a tudománya is ma már egy érdekes jelenség, mert hogy már mindent is kitaláltunk, tehát hogy neki keres, hogy miből írjon szakdolgozatot, mert hogy már mindenről írtak már. Miről írjon doktorit valaki, mert hogy így nem talál témát, mert hogy már annyi minden ki van dolgozva, és akkor milyen programot szervezzünk. És lehet, hogy nem is azt kell, hanem csak ott jelen lenni, mint az egyik iskolában, ott a gyerekek így úgy köszöntek, hogy csókolom szentelő ember. És akkor így mondom, igen, akkor én a szentelő ember akarok lenni, aki így megszenteli az életüket, vagy megszenteli a programot, amit egyébként is megszerveznek. És akkor, hogy így, hogy megszentelődjön az ember, hogy így hogy a spiritualitást megnyitni egy olyan dimenzióját, amit így az ember, amit úgy tudattalanul is keres. Ezek a terveim. Aztán a többit meg majd az emberek itt jelzik, hogy mi mentén szerveződjünk. Úgyhogy nyilván ilyen olyan felújítások, azok mindig kellenek, azok zajlanak, pályázati pénzeken múlik, ezekben is mindig ott kell lennünk, meg hát a településeket, település részeket szépítendő, összefogni az önkormányzatokkal, és hogy azért a templomok mindig a települések központjában vannak, tehát hogy érintődnek a közösségi terek, az egyház és a különféle szervezetek és az államnak vagy az önkormányzatnak a dolgai, és hogy ebbe állok a közösség szolgálatára, rendelkezésére. Most rövid reklám következik, maradjanak velünk! Autója elromlott? Kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni járműve állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállíthatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést és javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztók bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosítás kötéssel, nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán a Szentesi utcában. Telefon 74-es körzet 540 703. A Vasáru akkor Bajai és Fia Kft. Tolna. Finom, durva és horgonyzott lemezek, zárt szelvények, idomacélok, köracélok, varatos és varat nélküli csövek, bordás betonacélok, AD hálók széles választékban. A megvásárolt szálanyagokat a helyszínen méretre vágjuk. Vegye meg nálunk a hegesztéshez szükséges húzalókat, elektródákat. Kínálunk még alumínium létrákat széles választékban. Ha anyagmozgatások gondja, vegye meg nálunk talicskáját. Ne feledje, ha Vasáru, akkor Bajai és Fia Vasútvar Tolna. A Volt Patex területén. Telefon 74-es körzet 443-215. Folytatjuk is a Telena magazint. 32. alkalommal is megcsodálták az érdeklődők Tolna Mözsön az akadályhajtás, díjlovaglás, vadászhajtást, ugyanis újra megtartották a mözsi lovasnapokat. A tradicionális verseny augusztus első hétvégéjén sem okozott csalódást a látogatóknak. Virág József, a Tolna Mözsi Lovas Egyesület elnöke beszélt a kétnapos verseny programjáról. A mai napon délelőtt, illetve délután a kettes fogatok vármegyei fordulójának a
az akadályhajtó versenyszámát látjuk, ami két fordulóval tevődik össze, valamint a délutánban még időbüntetéses akadályhajtás kerül megrendezésre, és este 8 órától pedig a kettes fogatok kombinált hajtó verseny, ami egyben pályaavató is, hiszen a világításunk az éjszakai lovassóra most készült el. Még annyit hozzátennék az előzőhöz, hogy nem csak a kettes fogatoknak, hanem a póni ketteseknek és az egyes fogatoknak is minősítő versenyszám zajlik a mai napon. A holnapi napon pedig még jelenleg tart a nevezés, de már 230 ügyesség, illetve díjugrató versenyző nevezett ide hozzánk a 32. tolnamözsi lovasnapokra. Én úgy gondolom, hogy ami tőlünk telhető volt, azt mi mindent megtettünk, hogy mindenki jól érezze magát, illetve versenyzőknek is egy olyan pálya legyen, ami igenis egy felkészítő a további döntő versenyekre, illetve az országos döntőhöz, tehát mindenkinek a fejlődést szeretnénk biztosítani. Hála Istennek egy picit fúj a szél, hát igen, a doktor úr is reggel felhívta a figyelmünket, hogy a melegre figyeljünk, mert a lovaknak is, tehát itt mindenek előtt a ló érdeke az első szempont, amit nekünk is, mint bíróknak szemünk előtt kellene tartani, illetve kell is tartani, ezek után jöhet bármi más, ami igazából odafigyelendő. Vitatás, locsolás, lómosás adott az egészhez, úgyhogy mindenki tudja hűsíteni a lovát, és így saját magát is. Nagy Péter a Tolnamözsi Lovas Egyesület rutinos versenyzője. A C2-es kategóriában versenyez már 2009 óta. Számomra teljesen jól telik, minden megfelelő. Jelenleg a jobbos lovunk az idén kezdte a versenyt, de meg vagyunk elégedve teljesítményével. Tehát minden jó, minden szép, gyerekek is hajtanak a pónifogattal, mindennel meg vagyunk elégedve. A jobbos lovam a Mózes, ő egy 5 éves lipicai heréltó, februárba került hozzánk. Hunor 7 éves, ő már 4 éve nálunk van, sajnos ő neki megdöglött a párja, és azért kellett ez a csere, de én nagyon szeretem ezt a két lovat, bár furcsa, mert eddig kisebb méretű lovakat hajtottam, és most egy kicsit furcsa ez a nagy test, magasság, minden. Itt a szezon eleje az elég nem a legjobb volt, hát ugye kezdő ló volt, de én azt mondom, hogy így az év vége, tehát a szezon vége felé tartunk, de teljesen jó fejlődnek a lovak, és meg vagyok elégedve velük. Még lesz a mai napon ugye egy vadászhajtás, meg van még vissza a megyében, lesz jövő héten Paks, utána nálunk Ozora, akkor Tamásiba augusztus 20-án egy kombinált hajtás, meg ha jól tudom Madocsa, meg Szakály, ami még vissza van fordulóként. Meg hát ugye az első három, akik bejutottak, ők mennek az országos döntőre. Valahol ott a középmezőnybe fogunk végezni családiasan, komplettan. Nekünk a lényeg, hogy a gyerekek is élvezzék meg, próbáljuk őket nevelni erre az állatszeretetre, mert ugye a mai világban már csak azt tesszük a laptop, tablet, Xbox, mi próbálunk ebből egy kicsit kizökkenteni a gyerekeket. A forró nyár nem csak az embereket, hanem az állatokat is megviseli. Péter elmondta, milyen fontos, hogy a nagy hőségben gondoskodjunk megfelelően a jószágokról. Igazából nálam otthon is kint vannak karámba a lovak, de be tudnak menni árnyékba is, tehát hozzá vannak szokva valójában a meleghez, meg locsoljuk őket, meg itatjuk őket, meg magunkat is, azt kibírjuk. Ez egy életforma, tehát ez vele jár, ezt bírni kell. Volt Kincsen Parkban is verseny, ott is, tehát a maratonban elég sok lót kezelni kellett, mert nem bírták ezt a hőt. Tehát azért ez akárhogy is nézzük, ez emberre állatra, ez már nem meleg, ez egy égető, nem is tudom mi lehet. Ugye a tavasz az meg megint olyan, hogy éjjel nagyon hűvösek vannak, hama sötétedik még, meg kora tavasszal azért a lovak mosása sem egyszerű, hogy És én úgy gondolom, ez nem tudom, hogy mi lesz ennek a megoldása, vagy mi sem, de
de az biztos, ha így melegszik továbbra is az idő, tehát ez így nem lesz jó. Nagy Gréta lovas családból érkezett, így nem meglepő, hogy előbb-utóbb ő is a versenyzők között találta magát. Vez B-pónik, ez a második versenyem velük még, most alakulunk ketten, próbáljuk hozzájuk szokni, mert eddig csak nagy lovakat hajtottam, és így furák még. 7 vagy 6 pónis fogad van, talán a top 6-ban már leszünk, nem tudom most, hogy állok jelenleg, mert most kis baj történt, és így a nap végén hajtom le, a C, nagy ló C után hajtom le a másik körömet. Nagy lovakkal is már D-be is hajtatok, D kategóriába, meg pónikkal a C kategóriába. És így ugye elkezdtem már tavaly a bemutatóhajtásokat. Megfürdessük őket, a sörényüket, farkukat kikeféljük, meg szerszámokat, hintót is mosunk, és ezek minden általában pénteken megtörténnek, ugye versenyek előtt minden. Még 2 versenyem az biztos lesz, meg póni országos, ha minden jó, az is lesz. A hangulatra a szeles augusztusi hétvégén sem lehetett panasz. Versenyzők és segítőik egyaránt örültek a hűvösebb időnek. Önök a Tolnatáj Televízió Telena című magazinját látták. Tartsanak velünk legközelebb is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!